egy teafilteres dolog. Melyiket szeretitek inkább, a hörzét vagy a kamillát? Kamilla jó, a hölgynek kedvezünk egy kamillával. Köbösen röviden van. Fontos az, hogy olyannal csináljátok, ezt megcsináltatok otthon is. Így lehet megnézni, hogy ilyen zsákos, ilyen dupla. Ezt szétszedjük szép okosan és ügyesen. Az alját levágjuk, hogy jól le lehessen tenni az asztalra. Csinálj belőle egy ilyen hengerszerűt. És meggyújtjuk. Figyeljétek! Utolsó, nem is ők kicsit vele gyújtom, de van egy. Ez egy mágikus cső, annál is inkább eldől. Menj fel! Ugye? Ilyen mágikus a fizikus. Mágikus fizikus. Na, sikerült megnézni! Mindenki megfogja ezt a kicsit csinálni, egész közelről. Csak van egy már most gondolatotok, hogy mi történhetett itt. Mi történhetett itt, és milyen kapcsolatban lehet azzal, amiről beszélgettünk eddig? Ugye hideg, meleg, meg ilyesmi. Na még egyszer, figyelj! Menj fel! Na, tessék lerajzolni. Oda alulra, van a hely. Na mi lesz? Nem ment fel. Hogyan adott te a filter? Hogyan adott melegítette? Meleg a meg fölszáll. Tehát ez nem lenne elegendő. Mi történhetett még? Ami fontos volt. Na, ki mit figyel meg a kettő között? Mi volt a különbség? Az egyik áll, a másik feküdt. Így van, az egyik áll, a másik feküdt. Ha áll, akkor hogy nézett ki az a filter? Mint egy cső. Tehát úgy néz ki, hogy tetején, hét, meleg, 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 fölszáll. Mi volt, amikor kinyitottuk? Helyezte a hideg levegő nyomult, mert nagyobb a nyomás. Vagyis akkor a csőbe, fönt meleg levegő föl, alatt a hideg levegő be. Ebben a korban még sokszor az is nehézség bőtődik, hogy megjöjtsünk egy gyufát. Mert maga nem így bőtös. Tetejé. Jó, elég. Nem úgy. Ilyen, hogy te vagy egy kis halkan. Hát ez egy halka vezérlése kicsit mentsek fel. Jó, ügyes vagy. Mondja még a felfülés magasságát. Ez egy neki. Állj föl. Na kinek van ötlete? Mi befolyásolhatja még a felrepülés magasságát? A plafon magassága. Mi? A plafon magassága. Jó szerint. Fengek is a tetem? Mennyire hangosan mondjuk. Nagyon jó. Milyen kép? Sárga vagy kép? Kép? Majd mindjárt csinálunk egy olyat, amit rájött.
kívülsőt, hogy mi is befolyásolnak ezt a dolgot. De azt szeretném, hogyha ti magatok jönnek. Milyen magas a cső? Milyen magas a cső? Mert hogy cső mit befolyásol? Hát egyrészt, hogy mennyire melegedik fel a levegő. Sziasztok! Mert másrészt pedig az időtartam. Ugye ez a, amit mondtam, ez a kialakuló áramlás. A kicsi a cső, a kevés ideig van, és akkor nem lesz olyan elektronikus. Mi történt? Én már megfújod. Mondtam, hogy nem! Ismersz, hogy életből nem hasonló a szél, a kémény.